életmű kategória. Dr. Alföldi Boros István, organista, karvezető, néprajzkutató, televíziós, rádiós szerkesztő, zenei rendező, a Magyar Rádió népzenei osztályának egykori vezetője, a Bartók Rádió nyugalmazott főszerkesztője. Több mint 4 évtizede a Kóta Népzenei Bizottságának tagja, a Kóta Aranypáva Nagydíjas Gálák állandó zsűri tagja, a Vas Lajos Népzenei Szövetség szakmai vezetője. A televízióban, rádióban meghatározó népzenei sorozatokat készített. A magyarországi zenei életben és a népzene területén elért kiemelkedő munkássága elismeréséért a Kóta életműdíjban részesíti. Kovácsné Fódi Krisztina, a magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsának énekszekció elnöke. Artisius Rauscher György és Stefan Kerner díjas karnagy. A Kardos Pál emlékérem birtokosa, mesterpedagógus, a PPKE VJTK óraadó tanára énekzene szakterületen. Karnagy, kórusvezető, valamint német népzenei csoport kiváló vezetője Csolnokon. Zenei, karnagyi és német zenei hagyományok átadásában, éltetésében végzett kiemelkedő munkásságáért Kóta díjban részesül. Nemzetiségi kategória. A budakeszi hagyományőrző asszonykórus 1993-ban alakult. Kórusvezetőjük 2012-ig Nagyné Starc Teréz volt, aki 2013-ban hunyt el, ezután Krizsán Edit vette át a kórus vezetését. Az asszonykórus az évek alatt kibővült velük együtt éneklő fiatal emberekkel. A magyarországi németek népi és keresztény kultúrájának megőrzését tűzték ki célul. Fennállásuk óta aktív résztvevői budakeszi kulturális életének, a sváb hagyományok és a német ajkú testvérvárosokkal való kapcsolatok ápolásának. Kreisz László, a Landesrat, a magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsának elnöke, Taksony nagyközség polgármestere. A magyarországi német népzenét professzionális szinten művelő zenész, együttes vezető. A német nemzetiségi hagyományok őrzésében, átadásában kifejtett meghatározó szervező, irányító munkásságáért Kóta díjban részesül. Kórus énekes, kórus titkár kategória. Ledényi Zsuzsanna, a Landesrat, a magyarországi német ének, zene és tánckarok országos tanácsának irodavezetője 2007-től. Munkakörét meghaladó odafigyeléssel sikeresen dolgozott a magyarországi sváb kultúra, a táncegyüttesek, zenekarok, kórusok fejlődéséért, működéséért. Szeretetteljes, alapos munkájával sok rendezvényt vitt sikerre. Munkásságát kórus titkár kategóriában Kóta díjjal ismerjük el.